Paradise Poker European Cup második nap. Itt vagyunk, három magyar játékos jutott tovább. Egyik közül Marosi István. Hogy ment neked tegnap a játék, István? Hát köszönöm a gratulációt. Egész jól ment a játék. Sikerült felküzdenem magam elég jól, utána kicsit le is mentem, utána sikerült duplázni, triplázni egyet, és így a mai napra 46 ezer zsetonnal jutottam tovább. Ez ugyebár 5000-es lesz a nagyvak a mai kezdősztekken, tehát eléggé lehet mondani, hogy most ilyen gambling lesz, muszáj lesz mindenkinek duplázni. Mi a stratégia, hátsó pozícióval, XY lappal betolod, vagy esetleg kiválod a prémium lapokat? Hát megpróbálom azért kivárni a jobb lapot, de hát sok idő nem lesz rá ugye a vak miatt. Reméljük a legjobbakat, tényleg. Sok sikert mára. Köszönöm szépen. Másik játékosunk, aki bejutott a második napra, Jankács Barna. Hogy ment neked tegnap? Hát az elején nem kaptam túl jó lapokat, le is mentem olyan 5-6 ezerre, ezres vakoknál, és ott sikerült kétszer dupláznom, úgyhogy a nap végére már egész elfogadható stacket építettem ki. Mit vársz a mai naptól? Szerinted meddig sikerül eljutni? Mindenképpen final table-re számítok. Szeretnék már az elején duplázni, és utána kicsit agresszívabban letolni a többieket. Sok sikert, hajrá! Köszi! A harmadik játékosunk, aki a második napra jutott, Korek Ferenc, őt már csak az asztalnál értük utol. Ferenc, mit vársz a mai naptól? Szeretnék a döntő asztalnál játszani. Nem mondom, hogy 100% esélyem van rá, szerencse is kelleni fog hozzá bőven, de úgy fogok játszani, hogy nyílts és akkor is küzdelem lesz. Ha megy, akkor megy, ha nem, akkor nem. Sok sikert, hajrá! Köszi szépen!